Sümegváros díszpolgára, a Kossuth Díjas rendező ismét nagy örömmel érkezett gyermekkora helyszínére. Vannak még családi kötelékek, s élnek még a régi iskolatársak, barátok is szép számmal, akiknek igazán nagy ünnep, mikor viszont láthatják egymást. Osztálytársam volt elsőtől fogva, együtt jártunk iskolába, egy bő létszámú osztályba jártunk, 42-en voltunk osztályba, és hát volt nagyon eleven gyerekek voltunk, többek között én is, mert a Feri is ebből emlékszik rám legjobban, azt mondja, hogy kezelhetetlen gyerek voltam, de nem egészen, hogy van. Jó barátok voltunk, hát együtt jártunk iskolába, együtt játszottunk, sokat találkoztunk, hol itt, hol ott el szoktunk menni a Miller Lajoséghoz, hát a Lajos és jó barátom volt, mert az öccse, az András, az is osztálytársam volt, és le szoktunk járni rosszalkodni, ott a fákon csimpaszkodtunk, kötélre meg minden, és hát együtt álltunk a strandra, meg mit tudom én, a szabad időnket, hogy tudtuk itt együtt eltöltöttük. Az ő édesanyja, meg az én apám Árcsónak a testvérek voltak. Az édesanyjának az édesanyja, és az én apám testvérek voltak. Szépek voltak azok a régi szép idők, még gyerekkorunkban. És mennyire tudta követni a művészi pályáját? Hát az végigkövettük, azért mindig részt vettünk benne. Gyerekkorától kezdve ismerem, egy utcába gyerekeskedtünk, az öcsémmel együtt járt iskolába, és nagyon szépen megemlékezik mindig az öcsém emlékéről, amikor Sümegről van szó. Milyen érzés ilyenkor hosszú-hosszú évek után találkozni? Felemelő érzés. Én nagyon örülök, hogy van lehetőség viszont látni Sümegen. Sümeg egy költői kisváros volt. András Ferenc a Szerelmes Földrajz című sorozatban is tanúbizonyságát adta Sümeg iránti elkötelezettségének, szeretetének. Sümegnek köszönhetek mindent, úgyhogy itt vannak, akik itt van a Herci Jancsi, akivel első általánosban együtt jártam, és így belépett, és megismertem. Sümegnek köszönhetek szinte mindent, mert a gyerekkor a legmeghatározóbb egy ember életében, és nekem a szegénység és a Rákosi rendszer ellenére mégis azt mondom, hogy egy fantasztikus gyerekkorom volt. Hát egyrészt élt az összes rokonom. A kettő volt egy olyan nagyapám, aki egyszerűen valami hihetetlen fantasztikus ember volt, és tőle tanultam a mai napig a legtöbbet. Hát több mint 55 éve már, hogy nem él, de nincs olyan nap, hogy ne gondolnák rá. És ő teljesen minden ízében abszolút Sümegre gondolok, és ha megfigyelitek, bárhol én valamit mondok, vagy kérdeznek, vagy mi, akkor nekem Sümeg az első. Egy ilyen izgő, mozgó sajtkukac voltam, és hát itt mindenki tudta, hogy ha valakit el kell búcsúztatni, vagy köszönteni, vagy zászlót avatni, vagy felvonás, vagy temetni, vagy örömünnepet, vagy születésnapot, akkor nekem mindig van egy mondásom, vagy egy versem, vagy valami, amit ki tudok állni, úgyhogy meg tudom ütni azt az alaphangot, ami egy tónust ad annak az eseménynek. A Magyar Művészeti Akadémia által készített portréfilmben a Kossuth Díjas és Balázs Béla Díjas magyar filmrendező, forgatókönyv, író, producer, érdemes művész életútjában nyerhetnek a nézők bepillantást. Mesél a rendezői pályára kerüléséről, sikerfilmjeiről, azoknak kulisszatitkairól, s arról is, miért szereti Veszprém megyét, a Káli-medencét, s mennyire fontos számára a szülőföldhöz való ragaszkodás. Az egy fura dolog, ha az ember minden napjaiba beívódik egyrészt a költészet, másrészt az, hogy egy költőház előtt mentem iskolába, egy költőház előtt mentem haza az iskolából, a költő síremléke mellett mentem el az anyapámmal a szőlőbe, és azon jöttem vissza. Tehát naponta akármi volt, négyszer találkoztam ezzel a névvel, hogy Kisfaludi Sándor. A Feri az egy fantasztikum, és társadalmunkban egy különleges jelenség. Az alkotásban filmtörténészek, kritikusok, neves színművészek is megszólalnak, és arról beszélnek, milyennek látták András Ferencet, a munkáit, amelyben szinte mindig felfedezhető a társadalom kritika és az ironikus életérzés. Csak hogy cseresznye két kóla, két rum!
szokta büszkén mondani nekem is, és másoknak is, hogy ő az, aki engem hazahozott Londonból, mert volt egy angol filmrendező férjem, és Feri egyszer csak felhívott a gyártás, hogy lenne ez a tévéfilm, és persze, hogy jöttem. És szóval ez a karakter óriási, és én rajongva szeretem ezt a filmet, és tudom, hogy ezt majdnem 6 millió ember látta, amikor vetítették a televízióban. Ott a külön terem, de már vannak benne. Nem, baj, meg. A népszerű rendező 34 filmet forgatott. Ebből kiemelkedik a Veri az ördög a feleségét, amellyel berobbant a nemzetközi filmes világba. Egy jó pofon a féle neked. Vigyázz, ne még meghallják. De anyám, ez tényleg olyan befolyásos ember a szeszfőzdét. Szeszfőzde neked a Dodóval, meg egy hátbavágás, hogy itt okádjon nekem az egész megye. A Pityu dolgát fogja elintézni. Á, Pityué. Hol a Pityu? Én tudjam, a te fiad. Te küldted el? Én elébük küldtem. Akkor csak keresd. Na de... mit? Ez a film az úgy jó, ahogy van. Elég sokáig bibelődtem vele, mert körülbelül olyan 3 vagy 4 évig gondolkodtam rajta. Egy évig körülbelül előkészítettem, egy évig dolgoztam rajta, és a mai napig, most már 42-43 éve, hogy ez a film a köztudatban van, és nem felejtődött el, folyton hívják, folyton vetítjük, játsszák, és mindenki emlékszik rá, egészen fura módon. A komoly. Mindig csak a komoly. Legalább ünnepnapon kitalálhatnának valamit. De nem, nekik csak a komoly. Kenichiro Kobayashi. Ja. Komoly meg a komoly. Én a vidámat szeretem. De gondolják, hogy egyedül vagyok ezzel a véleménnyel. Itt van egy egész korosztály. Itt van a feleségem, meg én. Mert vidám ember vagyok. Tudják, hogy szeretnek engem az emberek. Az alkotásnak olyan sikere volt, hogy amikor az utcán ment Budapesten, Mándi Iván író kalapot emelt előtte. Örkény István pedig sorra ajánlotta számára megfilmesítésre váró témákat. András Ferenc ma is alkot, tervei, céljai éltetik tovább, s míg kővágó őrsi otthonában nyugodt hétköznapjait tölti, egyfolytában gondolkodik, képeket lát, mint mondja. És még mindig van mit megörökítenie. Folyamatosan dolgozom, most fogok egy régi íróbarátom, Gion Nándorról egy portréfilmet, egy In Memoriam filmet csinálni. Temesi Ferenc kollégám, barátom, író, Kossuth Díjas íróval írunk egy forgatókönyvet a tulajdonképpen a 68-as generációnak a végéről, és Kulin Ferenccel pedig egy Kölcsei filmet próbálunk valahogy tető alá hozni. Mit jelentett önnek a film, a rendezés? Hát az mindent, az az életem most is, úgyhogy nem jelentett, jelent. Úgyhogy amíg én mozgok, vagy élek, vagy ki tudom nyitni a szemem, föl tudom emelni a kezem, én addig csak filmben, és most már inkább televízióban, de képben gondolok, képben, fényben.